Kedves nézőink, Ajka szerepe a világítás történetében címmel tartott előadást tegnap a Városi Múzeumban Vesztróczi László nyugalmazott tanár. A rendezvényen mi is ott jártunk. Ha Ajka és a fény, sőt Ajka és a világítás kerül szóba, akkor nyilván Brody Imre jut mindenkinek eszébe, de azt hiszem ne szaladjunk előre, hiszen a mai előadás úgy gondolom sokkal tágabb ennél. Így van, sokkal tágabb, hiszen az ENSZ és az UNESCO 2015-öt a fény évének nevezte el. Azért, hogy egy kicsit foglalkozzunk a fénnyel, annak mindennapi dolgaival, és a fénnyel kapcsolatos technológiákkal. Gondoljunk csak olyan dolgokra, mint a napelem, a napkollektor, vagy ha elmegyünk a boltba, a pénztáraknál, a vonalkódos megoldás. Na most a világítás történetet tulajdonképpen a fáklyától a LED-ig terjed, a LED izzó lámpákig terjed, és ezen belül a Ajka kiemelt szerepet képez. Brody Imre 1935-ben hozta létre a Krypton gyárat, és megalkotta a Krypton égőt. Hogy miért éppen Ajka lett kiszemelve erre a célra, az abból következik, hogy Asner Lipót, az Egyesült Izzó vezetője, megvásárolta annak idején az ajkai kőszénbányát. Tehát adott volt egy dolog, a kőszénbánya és a kis erőmű, és ezért került ez ide, Ajkára a kriptongyár. Ugyanis az Egyesült Izzó laboratóriumában Brody Imre és munkatársai kidolgozták azt az eljárást, hogy az izzó lámpa párolgását csökkentsék, a Wolfram szál párolgását csökkentsék, mégpedig a nagyobb atomsúly, molekulasúlyú kripton alkalmazásával. Hát annak idején a kripton az nagyon drága volt, de Brody kidolgozott egy olyan eljárást, amivel minimálisra csökkentette az árát. Először azt szemelték ki, hogy Tósok-Berény területén épüljön meg az a gyár, de ugye adott volt a kis erőmű, mivel ez elektromos energia is kellett, és ezért került végül is Csingerbe ez a gyár. Mennyire volt nemzetközi jelentőségű az, amit Brodyék itt létrehoztak Csingerbe? Hát a világon az első volt ez a kriptongyár, ami ott megépült és létrehozta. És ugye azt is el kell mondani, hogy a dolgozóinak a szociális ellátásáról nagyon jól gondoskodott, hiszen ott mellette épült meg a kripton telep, ahol a munkásainak lakást juttatott. Tanár úr, az ön előadása mit fog átölelni? Említette, hogy évezredek nyúlik vissza a világítás történet. Ebből mennyit fog át? Hát körülbelül ugyanennyit, mert tartalmazza a fáklyától a LED izzóig terjedő részt. Úgyhogy ez elég nagy. De ezen belül az Edison-féle izzólámpák megjelenése a 900-as évek elején, ugye az volt az első nagy lépés, amikor a szénszálas izzólámpát megalkotta, utána aztán az nagyon gyorsan elterjedt. Visszatérve ide Ajkára, ugye Ajka is már több száz éves település, mi volt a jellemző korábban, tehát mondjuk Brody Imre előtt itt az ajkai közvilágításra? Közvilágításra az volt a jellemző, hogy érdekes módon előtte már volt világítás, például Somlóvásárhelyen 1927-ben már volt közvilágítás. Tulajdonképpen azt nem sikerült kiderítenem, hogy honnan vezették az áramot arra a vidékre, hiszen az erőmű még akkor nem dolgozott. Csak az a bizonyos kis erőmű. Valószínű, hogy az adta az áramot. Ugye kevés felhasználó volt akkor még, és a nagy üzemek sem dolgoztak még, tehát az elegendőnek tűnt. Voltak-e nagy áttörések a világítás történetében? Hát a világítás történetében a legnagyobb áttörés az a Edison-féle izzólámpák megjelenése, és utána a kriptonlámpa. Na most ezután következett a fénycső. Talán a 80-as években volt egy iskolavilágítási program is, amikor fénycsőekkel látták el az iskolai tantermeket. De ugye ezt helytelenül neoncsőnek nevezik, ez nem neoncső, hanem fénycső, hiszen a két végén van egy izzószál, és az gyújtja be a benne lévő
higanygőz és argongázt, és, az, és a felületén lévő fehér fény por adja meg a fényt. Ez volt a következő, és a harmadik már a LED, szóval a napjainknak az iszója. Tehát mondhatjuk azt, hogy ismét egy áttörésnek vagyunk tanulni itt a ledek kapcsán? Igen, igen, valószínű. Hát de van, aki még idegenkedik tőle, de tulajdonképpen meg kell szokni. A fény nélkül nincs élet, ezt tudjuk, de a mesterséges fénynek viszont lehetnek ártalmai is. Vajon milyen ártalmai vannak ennek, amikor mesterséges fénynél sokat hosszasabban vagyunk? Hát tulajdonképpen az izzólámpa kevésbé rontotta a szemet, a probléma a fénycsöveknél jelentkezett, mert az vibrált. És a fény színe is kevéssé állt közel a napfény színéhez. És ezért az emberek nagy része nem szerette. És ezért alkalmaztak különböző trükköket, hogy műanyag kereteket raktak a csőre, és próbálták megtörni, hogy minél közelebb kerüljön a napszínéhez. De a LED az eléggé közel áll, úgyhogy reméljük, hogy az beválik. Még mind a mai napig a legelterjedtebb az elektromos árammal működtetett fényvilágítás, de vannak majd próbálkozások természetes energiával is. Ezen a téren mi a helyzet? Melyik a legtermészetesebb és a legjobban használható energiaforrás a világításra? Hát világításra a nap a legjobb, az amennyiben lehet azt használni, és ugye ez is mutatja, hogy mennyire fontos a napenergia felhasználása a világításra is, és ezért hajkurászuk az órákat, ami sok embernek nem tetszik, nem szimpatizál vele, de mégiscsak egy kicsit közelebb kerülünk a nappali világításhoz. És esetleg a napelemmel történő energia, táplálás, szélerőművek? Igen, hát ez ugye ezzel a fény évével kapcsolatban nem csak a világításról van szó, hanem a fénnyel kapcsolatos technológiákról is. És ide tartozik a napkollektor, ami vizet melegít, illetve fűtésre, segítésre szolgálhat, és a másik pedig ide a napelemek, amelyek elektromos energiát termelnek. Tehát mondhatjuk azt akkor, hogy a természetes fény, a napfény az a mindennapi életnek nem csak azért része, mert világít és látunk, hanem azért is, mert kiválthat különféle károsabb energiákat. Így van, hiszen ha reggel fölkelünk és elmegyünk a boltba, ott is találkozunk a fénnyel, működtetett leolvasóval, vagy hát már nagyon terjednek még családi házakon is a napelemek. Ha a Németországba utazik valaki, akkor ott nagyon sok olyan épületet lát, amelynek a tetején napelem van, és az olyan, hogy vissza is termel a hálózatba. Hát erre törekszünk mi is, hogy legyen ilyen minél több.